Kiterjesztették Belgiumban a kötelező maszkviselést, és tovább növelték a kötelező távmunka idejét, hogy ezzel lassítsák az ismét egyre gyorsabban terjedő koronavírus járványt. A belga kormányfő bejelentése szerint a zárt terekben ezentúl 10 év felett mindenkinek arcmaszkot kell hordania, és ahol megoldható, ott heti 5 napból 4 napot távmunkában kell végezniük az alkalmazottaknak. Megértem, hogy sokan most csalódottak. Mindannyian azt reméltük, ősszel már kicsit könnyebb lesz, és koronavírus nélküli télre készülhetünk. Tudom, hogy sokan elfáradtak, különösen az ápolási területen dolgozók, amely szektort ismét túlterheli a járvány, mondta a belga miniszterelnök. Svédországban december 1-től csak az oltási igazolvánnyal rendelkezők vehetnek részt a 100 főnél nagyobb beltéri rendezvényeken. A szigorítást azután jelentették most be, hogy az alacsony esetszámok miatt novemberben még jelentősen könnyítettek a szabályokon. A járvány terjedése egész Európában gyorsul, sok ország új korlátozásokat vezetett be. Svédországban még nem tapasztaltunk hasonló növekedést, de nem vagyunk elszigetelve a világ többi részétől, ezért fel kell készülnünk, mondta a svéd egészségügyi miniszter. Csehországban többé nem fogadják el a negatív koronavírus teszteket egyenértékűnek az oltási igazolványokkal. Ezt Andrej Babiš ügyvezető miniszterelnök jelentette be. Eközben Csehországban rekordot döntött az új fertőzöttek száma. Kedden a koronavírus járvány tavaly márciusi kezdete óta a legtöbb új esetet regisztrálták.